Negyedik napunkat Balatonfüredről indítottuk. A várost átszelve felkapaszkodtunk a Tamás hegyre. Sajnos a Jókai kilátót ott jártunk előtt egy hónappal, villámcsapás érte, és egyik oldala elégett. Még az első szintre sem láttuk jónak a felmenetelt. Inkább kihagytuk. Úgyis rengeteg helyről nyílik szép kilátás a vízre, meg lesz ma még kilátó az utunkban. Pakra a szemlepokat is megért vízimoló mellett értünk be. Kis kitérővel két templomromot néztünk meg a helységen. A középkori Csopak község Szent István templomának tornya barokk ízlésben lett átépítve a 18. században. Némileg látványosabb a követ falu 13. században épült templomának romja. 1967-ben állított a helyre az Országos Műemléki Felügyelőség. Falu szélén táblaerdő fogadott minket. Szoba kiadó. Állami biztosító helyi megbízottja. Fenyőköz, kivéve autóbusz, minden van és minden benyújtott. Milyen hund? Fals. Hamis kutya ja. Vagy mi? Mert ott van valami résztábla, azt nem tudom olvasni. Szarab sílécet. Kell, hogy tök rendezett nekünk. Csapokat elhagyva, lovas felé vettük az irányt. Egy hatalmas emelkedő után értük el a Csákányhegyen lévő Endrődi Sándor kilátót, ami szépen emelkedik a fák fölé. Tovább haladva ismét szőlők és erdők váltogatták egymást.
Lovason szerettünk volna a savanyú víz forrásából venni, de fertőzés miatt ez nem ajánlott. Az Almádi felett magasodó, Cserehegyen lévő szabadság kilátó kőépítményénél megint pihentünk egy órát, ami a húzós hegy után kellett is.